A Bakonyerdő ZRT a Sárosfői Vadászházban 2015. február 15-e és 20-a között ismét megszervezte festőtáborát. Ez egy viszonylag szűkörű társaság, összesen 6-7 szoktunk lenni, de elsősorban az ösztönöz minket, hogy mindnyájan természetkedvelő, természetszerető emberek vagyunk. Egy páran vadászunk is, úgyhogy ez egy nagyon jó lehetőség itt, hogy dolgozhassunk. Nem csak, hogy egy baráti közösség, hanem itt a természettel, a vadászattal való közvetlen kapcsolat is megjelenik. Azoknak a művészeknek a számára is, akik nem minden nap találkoznak vele, és hát nagyon szívesen meghallgatják azokat a vadász történeteket, azokat a sztorikat, amiket egy vadász el tud mesélni. Tehát az ő történeteik, az ő meséik, nem is mese, mert igazából nem mesék ezek, ez a való világ, ezek pótolják az én hiányos tapasztalataimat, mert én hiába megyek ki. Nyilvánvaló, én nem vagyok annyit kint, mint egy hivatásos vadász, egy erdész. Technikailag egy új anyagot próbálok ki, stílusban próbálom azt kihozni, ami a korábbi anyagaimmal sikerült, már úgy érzem, olajjal dolgoztam többnyire. Ez most egy akril alapú festék, és hát szeretném visszaadni azt a hangulatot, ami egy korábbi látványélményem, egy októberi mezőnek a hangulata. Ez az alkotótábor mindig kitűnő lehetőség volt arra, hogy a természet, az erdei élet meg annyi pillanatát vászorra álmodják a művészek, amivel nem csak maguknak, hanem másoknak is alkalmat adnak arra, hogy még jobban megismerhessük az erdész, a vadász életet. Nagyon szeretem a szürkéket, barnákat, egybemosódó vöröseket, azokat a színeket, amit egy festő élénken szeret alkalmazni, egy vadász viszont nem úgy látja. Úgyhogy én biztos vagyok benne, hogy az úgynevezett korlátozott paletta, tehát amikor csak néhány színből építek föl egy képet, az biztos, hogy meglátszik a képeken. Én egy alföldi ember vagyok, nekem az alföldi táj, az alföldi hangulat a kedvenc témám, és az alföldi vadfajok, hogyha néha festek olyat is. Elsősorban az őz, a vízivadak, úgyhogy ezekkel foglalkozom. Én egy kicsit ragaszkodok a természetes vonulathoz, természetes színekhez. Egy kicsit lazult ez a dolog, tehát azért már el tudok vonatkoztatni bizonyos szinten a látottaktól, de még mindig ez a hiperrealizmus és a színekhez való ragaszkodás jellemző rám. Egy vadásznak úgyis mindig újat mutat az erdő és a természet, de amióta kutyával, jelesül vérebbel foglalkozom, ez olyan látványélményeket ad, ami eddig hiányzott a hivatásos vadászi életemből. Talán a szalonka az egyik ilyen szempontból a legnehezebb madár ábrázolás szempontjából. Mert vagy hiperreál módon festi le az ember, vagy ha elnagyolja, akkor is iszonyatosan nagy anatómiai tudás kell hozzá. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy picit kevesebb időm maradt az alkotásra, mert volt egy felkérésem, hogy külsős előadóként a vadászat és a képzőművészet kapcsolatáról tartsak néhány előadást a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, és a felkészülés rész az időmet az rendkívül módon igénybe vette. Nem bánom a dolgot, mert hát két oldala van így az életemnek, és ez ugyanolyan kedves számomra az elméleti rész és a művészettörténeti rész, mint a maga az alkotás.